Sziasztok, én KDS vagyok, és ma egy Scamroget Scammed videóval készültem nektek. Meg fogjátok látni, aki nem Save the World-ezik, az nem biztos, hogy ismeri, hogy mi történik most. Trédelni fogunk, az a lényeg, fegyvereket fogunk cserélni, és srác megpróbált beszkemmelni engem, de utána végül visszavettem, úgymond elvettem a fegyvereit a ninjás, dupla jumpos scammel, majd meg fogjátok látni, mikor elveszem véglegesen a nem is spoilerezem le, de mindegy, majd meg fogjátok látni. Az a lényeg, hogyha szeretnétek még több ilyen videót látni, akkor 1000 lájkot érjük el, valamint ne felejtsétek el beírni a Support the Creator kódomat a Fortnite Item Shop jobb alsó sarkába, ami nem más, mint KDS3 betű, és hogy a 15000 feliratkozót megünnepeljük, amit nagyon köszönök szépen, meg lett a 15000 feliratkozós mérföldkő is. Jövő hét hétvégén lesz egy élő adásban egy ikonik sorsolás. Erről több információt a jobb felső sarokban az i betűnél tudtok szerezni. Na de nem is húzom tovább a szót. Support the Creator Code KDS, és kezdjünk is bele a videóba. Hello! Hello! Trédelünk? Persze, persze, azért hívtalak be amúgy, hogy trédeljünk. Mindenképpen ugye azt nem még... Vagy hát nem. Egyértelműen én nem vagyok scammer, most miért scammelnék? Simán expózolhatnád a YouTube-on. Annak nekem nem lenne sok értelme. De itt az a kérdés, hogy te vagy a scammer, mert... Alapból én nem nagyon bízok meg itt az emberekben manapság. Save the World-ben. Nem vagyok scammer, több trade-em is volt. Jól van. És jók voltak a visszajelzések? Volt egy pár jó trade-ed? Általában mindenki megeléged, de... Aha. Jó. Na, mindegy, egy valamit még mondjál már. Egy valamit szeretnék kérdezni. Mi lenne az? Melyik? Semmi, majd később megkérdezem. Gyere, trédeljünk. Neked tetszik ez a trading box? Megfelel? Megfelel. Általában ilyen betrédelek. De várjál, még egyet kérdezhetek. Ez a láma? Láma tetszik, amit itt építettem? Hogy... Jól. Fasza? Jól van, köszönöm. Na, gyere közbe. Adtam edit jogot, szóval... Ezzel nem kell, hogy gond legyen. Hallottam, van egy 130-as... van egy 130-as... Melyik az? Gravedigger? Gravedigger. Aha. Na, az olyat kerestem én is. Itt van. Aha. Oké, és... az tuti 130-as? Full durability? Jól van. Fullos 130-as. Lővese volt vele. Jó. Figyelj, nekem van egy Nocturnal, 130 Gadrol Nocturnal, meg egy Ranger 130 Sunbeam, mind a kettő, Gadrol mind a kettő. Ez kicsi túlárazás lenne azért az egy Gravediggerért, szóval nem tudom, hogy tudsz még adni-e. Tudok adni itt egy 130-as Room Sweeper-t. Aha. Úgyhogy ez 130-as. Is. Aha. Tuti mindkettő 130-as? Azok közül? Hát jó. Gadrol az összes, vagy azért? Gadrol. Akkor egy 130-as Gravedigger, full durability, meg egy Room Sweeper, meg egy Siege Breaker, ami mindkettő 130 Gadrol az egész, igaz? Ezért a kettőért. Hát, jó. Azt mondom, hogy benne vagyok így a trade-be, ugyan nagyon kerestem azt a Gravediggert. Még egy kicsit ne rakjak rá? Egy tudok adni neked, még... egy egész stack Sunbeam-et. Szóval, mert úgy látom, hogy te nagyon jó játékos vagy, meg megkedveltelek. Jó legyen. Jól van, akkor... Hoppá, felvettem véletlen, várjál, kidobom. Nem szkemmelek. 200 Sunbeam, Nocturno, meg egy Ranger, jó. Akkor készen állsz a trade-re? Készen. Jól van, akkor... 3... 2... 1... Haha! Beszkemmeltelek, tesóm!
Mármint, hát nem nagy értéket, nem nagy értéket kaptam. Egy 82-es Room Sweepert meg egy 78-es Siege Breakert adtál, ezt komolyan gondoltad? Így jártál. Így jártam? Nem lettél beszkemmelve. Hát te próbálsz itt szkemmelni, azt mondtad, hogy 130-osok ezek a fegyverek. Mondani bármit lehet. Jól van, hát mindegy, akkor azt tuti, jól van, tőlem vissza is szerezheted a cuccaidat, nem szeretnéd ezt 82-es, még nem is full durability, undorító vagy, na mindegy. Akkor gyere, trédeljünk egy újat, hogyha vissza szeretnéd kapni ezeket a cuccokat, bár mondjuk nem nagyon értékesek, szóval mindegy, azt a Gravediggert mindenképpen szeretném. Aha! Jó, tetszik. Akkor azt tudja, ez a 130-as Gatros Gravedigger? Igen, ezt tudjuk. Jól van. Nem feltettem fel, azért vettem fel a másik kettőt. Nem szemmel vagyok. Ja, jó, bocsi, én is lehet kicsit csak túlreagáltam, szóval itt vannak a cuccait, plusz még akkor megpróbálok fizetni azért a Gravediggerért. Megnézzél az inventory-dat, neked esetleg van valami, amit még tudsz rárakni? Megnézhetem. Scammer get scammed. Tesó! Nem hiszem, már megint beszkemmeltek. Megy a repülő. Akkor egy köszönöm. Hallod? Nagyon síralmas vagy, csak úgy mondom. Te vagy a síralmas, te scammelsz kisfiákeket. Menj a francba! Ne sír! Állj már le te! Te akartál beszkemmelni, én csak visszaadtam. Nem akartam szkemmelni! Légy szes. Nem hiszem el! Nyugi! Jó, nyugi! Egy kicsit nyugodj le! Ne sírj már egy kicsit, hanem figyelj rám! Na! Azt szeretném kérdezni, hány fegyvert szkemmeltem be tőled? 3-at. Ami? Hány fegyver? 3. Bekapod a károm. Azt hittem amúgy, hogy tényleg nevetsz. Na jól van, akkor vissza szeretnéd kapni ezeket a fegyvereket? Tuti. Jó. Hát akkor gyere, vedd fel. Itt vannak. Most az itt komolyan, hogy adom csak úgy egy scammernek a fegyvereit vissza. Remélem az anyukád nem az Epicnél dolgozik. De ott dolgozik, és holnap kibannod. Azt se tudja szerintem, hogy mi az a Fortnite. Csak veszi neked a V-buckokat, igaz? Azt se tudja, hogy... Még én abban is biztos vagyok, hogy tudta nélkül költöd a pénzt a bankkártyájáról, hogy V-Buckot vegyél. Igazam van? Na jól van. Akkor vissza szeretnéd kapni a fegyvereid? Most viccen kívül. Jó, ide kidobom, de állj meg ott! Azt kell mondanod, hogy KDS a Károly. KDS a Károly. Erősebben! Erőteljesebben. Károly. Ijeld bele magad és ne sírj. KDS a Károly. Ne így! KDS a Károly! Így. KDS a Károly. Jó, gyere. Itt vannak a fegyvereid. Visszakapod. Ne, és még most... Akkora nyomorék vagy most őszintén. Másodjára is bedöltél ennek az óskötrüknek. Szerintem vagy. Na jól van, inkább akkor kikkellek is, és ne lássuk egymást örökre, szóval szégyen vagy. Na cső! Valami utolsó szó? Tényleg el is veszem a... Te kap be! Csövi, köszi a fegyvereket! Ha idáig elértél a videóba, akkor nagyon szeretném megköszönni a figyelmedet, és remélem tetszett a videó. Még a végén leszeretném szögezni, hogy ez egy megjátszott jelenet volt, szóval
senki nem szkemmelt senkit. Azért csináltuk így, hogy bemutassam ugye azt a dupla átugrásos, nem is tudom. Amikor beugrok a tetőbe, átmegyek a tetőn keresztül és elveszem a Gravediggerét a srácnak, na azt a szkemmet, hogy bemutassuk, és hogy úgymond figyelmet hívjunk fel rá, és nehogy téged is egyszer valahogy így szkemmeljenek be. Szóval, hogy ezt megelőzd, mindig amikor trédelsz, fölötted a tetőt, editeld vissza, mert különben nagyon könnyen így pórul járhatsz. És úgy gondoltuk, így mégiscsak szórakoztatóbb lenne, hogyha nem csak így nyersen tálalom és elmondom ezt, hanem csak csinálunk belőle egy szkemreges videót. Szóval remélem tetszett nektek, 1000 lájkot ne felejtsük el, és köszönöm szépen Hakunak a segítséget, egyáltalán nem szkemmer, és ráadásul Discord moderátorom is, szóval ha valami kérdésetek van, akkor mindenképpen gyertek be fel a Discordomra, több mint 1000 tag van ott, és egyelőre elég jól megy a Discord szeró. Én KDS voltam, remélem tetszett a videó, ne felejtsétek el használni a Support a Creator kódom, és puszi!